Az internet és a digitalizáció évek óta egyre nagyobb szerepet tölt be az emberek mindennapjaiban. Ezt a folyamatot erősítette még inkább 2020-ban a koronavírus járvány. Az év során számos tájékoztatás jelent meg arról, hogy rekordot dönt az okostelefon, a laptop és táblagép eladások száma. A századi gazdaságkutató tavaly ősszel azt vizsgálta a lakosság körében, a tartós otthonlét milyen mértékben növelte és hogyan módosította az online szokásokat. A legnagyobb változás az elektronikus ügyintézések számában jelentkezett. Az egyik legbonyolultabb ügyintézési forma hozta a legnagyobb növekedést, ugye a 10% pontos növekedés volt a korábbi, a pandémiát megelőző időszakhoz képest. Itt leginkább az úgynevezett ebev szolgáltatások használata, tehát például itt lehet minden felnőtt állampolgárnak vagy adószámmal rendelkező állampolgárnak az adó egyenlegét lekérdezni, de népszerű szolgáltatás az úgynevezett jármű szolgáltatási platform, amelyen ugye a használt autót vásárolni tervező tudják lekérdezni az autók előéletét, és mondjuk időpontfoglaló alkalmazást is sokan használnak, online időpontfoglaló alkalmazást. A szakember hozzátette, a korábbiakkal ellentétben ma már legtöbben okostelefonjukat használják internetezésre, míg az asztali számítógép és a laptopok használata valamelyest háttérbe szorult. A kutatásból az is kiderült, hogy a válaszadók több mint 6%-a váltott nagyobb adatcsomagra a vizsgált időszakban. Mint azt az egyik Szabolcs megyei internetszolgáltató vezetőjétől megtudtuk, a forgalom növekedést az eddigi kapacitás is elbírta. Egyes helyeken azonban nem lehet kielégíteni az igényeket, a hálózatok kiépítése ugyanis még folyamatban van. Ezért tapasztalható az, hogy elsősorban kis településeken egyelőre nem érhetőek el erősebb csomagok. A internet használata egyre inkább nő, különösen most a pandémia miatt, főleg a távoktatása, különböző streamek használata, videó alkalmazások használata nagy mértékben növeli a forgalmakat. Ezek a forgalmak sajnos nemzetközi irányba fordulnak ki, tehát ott azokat a vonalakat terhelik, amelyek a legköltségesebb. A szolgáltatóknak valójában ez okozza a legnagyobb gondot. Az egész Magyarországon, illetve Európában is van, folyamatosan fejlesztések vannak, elsősorban az optikai hálózatok épülnek, amelyek a kapacitása következő 20 évre elegendő lesz. Tehát ezek viszont, amit látni kell, hogy ezek a hálózatok lassan évek alatt épülnek meg. Ez is történik, mi itt a Giganetnél ezen a projekten dolgozunk. Folyamatosan 2016 óta építjük ezeket az optikai hálózatokat, és még 2022-ben is ezt fogjuk építeni. Hazánkban ugyanis 5 éve kezdődött el a szupergyors internet hálózatának kiépítése. Ezt első körben a kisebb városokban alakították ki, majd fokozatosan egyre több községben vált elérhetővé a szolgáltatás. A kormány célja, hogy a következő 2 évben minden háztartás számára elérhető legyen a 30 megabit per szekundum internet eléréshez való hozzáférés, a lakosság fele pedig akár a 100 megabit per szekundum erősségű hálózatot is igénybe vehesse otthonában.